Sziasztok, Anita vagyok! Mi jut eszetekbe, ha azt mondom, sós perec? Van akiben a strandot, van akiben egy remek színházi vagy cirkuszi előadást, van akiben a tavaszi majálist, vagy éppen egy kiváló sörkorcsolyát idéz fel. Szuper vendégváró, ha pedig buliba mentek, érdemes dupla adagot készíteni belőle, mert a siker garantált lesz. Én már legalább 50-szer elkészítettem ezt a receptet, és sosem csalódtam benne, próbáljátok ki ti is! 1 kg lisztre, fél liter tejre, egy kocka élesztőre, egy tojásra, 1 deciliter olajra, 8 evőkanál cukorra és 1 evőkanál sóra lesz szükséged. Először 2 deciliter langyos tejhez adj el 1 evőkanál cukrot és mosdold bele az élesztőt. Várd meg, míg felfut. Önts bele a lisztet egy tálba és képezd mélyedést a közepébe. Engedd bele az egy tojást, add hozzá a cukrot és a sót, az olajat, a felfutott élesztőt és a maradék tejet is. Keverd össze a hozzávalókat és addig gyúrd, míg ruganyos tésztát nem kapsz. Letakarva pihentesd egy órán át, míg a duplájára nem kell. Lisztezd egy gyúródeszkán, készíts belőle hosszúkás hurkákat, és formázd perec alakúra őket. A perecek tetejét kend meg felvert tojással, és pihentesd őket sütés előtt egy 10 percen át. Helyezd őket előmelegített 200 fokos sütőbe, és süsd 8-10 percen keresztül. Amíg sülnek, készítsd el a sós ízesítést a tetejükre. 2 evőkanál lisztet keverj össze 1 evőkanál sóval, és adj hozzá annyi vizet, hogy sűrű tejfölállagot kapj. Amikor már a perecek széle egy picit világos aranyszínű, vedd ki őket a sütőből egy pillanatra, locsold meg a sós masszával, és tedd vissza még őket 2-3 percre, míg a végleges, szép, világos aranybarna színüket el nem nyeri. Tálalhatod hidegen vagy melegen, de szerintem langyosan a legfinomabb. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, jelezzétek nekem egy lájkkal, és írjátok meg kommentben a videóm alá, hogy kinek készítettétek el ezt a különlegesen finom sósperecet, ami az én személyes kedvencem. Iratkozzatok fel a Gasztrol csatornámra, hogy legközelebb is inspirálhassalak titeket. Sziasztok, szép kreatív napot!